Tiszteltel köszöntöm valamennyi kedves nézőnket. Olyan meccset látnak az NB1-ben piros csoportjában kosárlabdában. Két olyan gárda játszik, akik régi ismerőseink, hiszen Budafokot és a TF Budapestet is rendszeresen közvetítjük. Ezen a mérkőzésen harmadik a Budafok és hatodik a TF. Az dől el, hogy maradnak-e standarden bent a legjobb nyolcban. Hát a Budafoknál ez nem lehet kérdés. A kedvező konstelláció esetén a TF is előreléphet, és szerencséjük, hogy a mögöttül álló csapat Baja vagy a Prima BKG ellen az összevetésben jobb a TF. Viszont nagy hiányzók mind a két oldalon. A pontkirály Ivosev Tamás betegség miatt nem játszott a TF csapatában. 25 pont, 10,4 lepattanó, viszont a kiváló tripladobó Mészáros Bence és a nagyszerű irányító, a fiatal tehetség, utánpótlás válogatott kerettag Lados Erik is egy enyhe hajdászkodás miatt nem játszott, tehát hiányzók mind a két oldalon. Nézzük a kezdő ötösöket, ahogy elnézem, már felállt talán a TF kezdő ötöse, és akkor Timko Norbert, 13-as a Beák Gábor a csapat kapitánya, 25-ös Cura Attila, 0-ással Somogyfoki Péter, és 11-essel Karosi Gergely kezd még a hazaiaknál, Varga Dániel 13-as, Puszta Dávid, természetesen Puszta Dani, Puszta Dávid 24-es, Kovács Soma 11-es, Kis Mihály Barna 5-össel, és Horváth Márton a nagyszerű center 33-assal. Mély fájdalommal ugyan mutatjuk, hogy a múlt héten Szerdán a Viladóra hosszú betegség után elhúny idősebb Várfalotai Károly, egyesületünk korábbi elnökségi tagja. Várfalotai Karcsi bácsi maskolatajokról volt. Fiai Karesz és Tamás hosszú ideig Budafokon kosárlabdáztak, majd keresztül szülőként került kapcsolatba a budafoki kosárlabdázással. Amikor a 90-es évek elején a BMT kosárlabda szakosztálya kiválta a BMT-ből, akkor alapítóként részt vett a budafoki kosárlabda klub létrehozásában, sőt az ezredforduló követően majd két évig pedig volt az egyesület elnökségi tagja is. Mandátumát éppen fia Várfalotai Karesz vette át, aki jelenleg első elnökségi tagsága mellett kosárlabda előkészítő csoportot vezet az egyik kerületi iskolában. Elhivatottsága okán sokáig lelkesztünk komolyabb volt klubunknak, hosszú ideig nem is tudtuk elképzelni, hogy van olyan, hogy ő nem nézne egy NB2-es vagy egy NB1-es mérkőzést. Hivatalos búcsúztatása 2020. január 30-án csütörtökön 11 órakor lesz a budafoki temetőben. Karcsi bácsi, nyugodj békében! Egy perces felállással adózom tiszteletét mindenkinek. Köszönjük szépen! Ahogy idősebb Várfalotai Károly, a Budafok, a BKK kosárlabda klub alapító tagja, egyik elnökségi, hosszú ideig elnökségi tagjának két fia és unokája is itt játszott, illetve fia most is edzősködik Budafokon. Karcsi bácsit személyesen is ismertem, lelke volt a kosárlabdának, minden mérkőzést megnézett, és hát mondom, a Várfalotai dinasztia pedig unokáktól bezárólag a Budafok nagyszerű tagja, és remek eredményeket értek el. Karcsi bácsi emlékét örökké megőrizzük. Miközben egy csodálatos triplával nyit a TF, Beák Gábor. Tehát még egyszer mondom, adós vagyok a két edző nevével a csapatoknál, Ferenc Gábor, a másodedző és Károly Máté a hazaiaknál, míg Vladimir Vaszki munkáját Nagy Bálint segíti a TF-nél. Tehát még egyszer mondom, mind a két csapat most a 8-as tagja, egy remek labdaszerzés után 2-1-ben megy a Budafok, és Varga Dániel kezéből kicsúszik a labda. A Budafok 11 győzelem, 6 vereség, a TF 9 győzelem, 8 vereség. Az előző fordulóban a Budafok az MTK otthonában nyert 10 ponttal, míg a TF legázolt a 30 ponttal a BKG Prima elsőt. A Hepkupában is a 4 közé jutott a Budafok.
legyőzte a Meabszot. Ez nem sikerült a TF-nek, ők hatalmas csatában kikaptak Veszprémben. Tehát a bajnokságban a cél a legjobb 8 közékkerülés, mint a két csapatnál. Ehhez most a Budafok áll közelebb, ehhez a ponthoz azonban nem állt közelebb Puszta Dávid, mert kihagyta a lehetőséget. Beák szóló a túloldalon, Beák Gábor. Szépen csinálja, fölviszi és nagyon szép pontot dob. Beák szóló pontjával, tehát 5-2-re vezetnek a vendégek. Horváth Márton. Na nézzük. Szép betörés, Kis Mihály, kimarad. Cura, remekül indul meg, Cura Attila, nagyon sokoldalú játékos, 25 esztendős, 1-es-2-es poszton játszik, és igazi tripla király ő is. Cura, 16,8 pont és 1,5 szerzett labdával a pontdobók közül a második helyen áll csapatába. Csak József Tamás előzi meg, aki azonban most sérülten, illetve betegen a kispadon ülhet csak. Mondva túloldalon pedig Lados és Mészáros hiányzik. És Cura kezéből kicsúszik labda, idegesen kezd a két gárda. Szép momentumokat láttunk, de sok hibával labdák kicsúsztak a kezekből, rosszak az átadások. A nagyobb tét talán a TF-et nyomja olyan szempontból, hogyha nyernek, akkor stabilizálják a helyüket a legjobb hatba, nagyszerű Varga Dániel lefordulás közben. Még a Budafoknál, 11-6-nál talán nem akkora a tragédia, ha esetleg ők nem nyernek. De hát Károly Mátét ismerve, meg Vladimir Vaskit, mind a két csapat csak is, miközben Somogyfoki tripla, csak is a győzelemre tör. Így vannak kódolvások az edzők, minden meccsen győzelemre. 8-4 arányban megvan a vendég TF, Puszta Dávid, Kovács Soma, Soma megindult, Kovács, Varga Dániel, Varga Dániel fölteszi középtávolról, jó! És labdaszerzés, Kis Mihály, Puszta Dávid, Beák védekezik a csapatkapitányvel szemben, ez veszélyes. Beák rutinos játékos, tudja ezt, Puszta beteszi oda Horváth Mártonnak, és Timpó mellett nem tudta feltenni Marci, másodjára azonban igen. 8-8, visszazárkózott a Budafok és egy csípszó. Jöhet majd a kék-sárga mezben vitézkedő, tehetséges fiatal Budapest, alias Somogyfoki Péter. Ő valóban egy tehetséges fiatal. 22 esztendős lesz, 10,9 pont, 3,6 lepattanóval, 39%-os cipka, nagyszerű pusztalagra szerzés, leteszi Varga Dániel. Gyönyörű szép Varga Dániel pont. Szép támadás végén. És még falttal körítve ez a pont, azt kell mondanom. És ezt szokták mondani az edzők, ha már bedobja, vagy úgy faltoljuk, hogy ne dobja be, de ha bedobja és még dobhat is, hát abból nem jön ki jó a csapat. Most 10-8-nál nem jut ki jó a TF, mert még dobhat Varga Dániel. És dobja is. 11-8. Letámadás, Kis Mihály Barna, Beák segít áthozni Curának. Cura, Timpó megy a palánk alá, Beák be is löbböli ott is, és ott van Timpó pontja. Szép pont. 11-10, Vladimir Vlaszky, a védekezés fontosságra hívja fel a figyelmet, Horváth Márton. Kis Mihály bejátszott a Kovács Soma, ráfordul, szép pont. Yeah! 13-10, Somogyfoki gyönyörűen viszi el, hát szép pontokban nincs hiány. 13-12. Gyönyörű szép Kovács Soma tripla. Ez 6-12, miközben Beák megy végig, bedobja a 16-14, és még dobhat egyet Beák. Hát nem mondom, hogy nem kezdődik szép pontokkal a mérkőzés, mert akkor nem mondanék igazat. Beák egy pontra csökkentheti a különbséget, meg is tette, 16-15. Puszta Dávid. Kovács Soma. Ő is kiváló tripla dobó. Második triplája.
19-15. Kis Mihály Barna szabálytalan Curával szemben. Azt kell mondanom, az egyik oldalon Cura, Somogyfoki, Beák kiváló triplázók, de a túloldalon Kovács Soma, Puszta Dávid, vagy Kis Mihály Barna sem megy a szomszédba. Megérkezett közben a Promontor Ultras néhány képviselője is, és itt vannak a műkedvelők, tehát futballszurkolók is ellátogattak erre a mérkőzésre. És azt láthatják, hogy 19-15-nél jöhet Kis Mihály Barna és Rudapot, Puszta Dávid. Puszta, Horváth Márton, Kovács Soma, Horváth Márton, megint Soma, kockázatos kezdve bejött, Puszta, Kovács Soma, újabb tripla. Ez most rövid volt. És ez az, de megint Somogyfoki és Somogyfoki. Nagy Somogyfoki szóló végén, nagyszerű, Somogyfoki szólópont. Somogyfoki, mint kés a rajta, mint a lézer sugárhatók át a Rudapotnak védekezésén, és szép pontot dobott. Varga, nagy pont, Horváth Márton. Varga visszaszerzi erővel, és ki a szabálytalan, beáll. Belgabi indignálódik, hogy nem volt ez szabálytalanság. De a csapat személyek aránya 3-3, 4-50 a negyed vége előtt jöhet Kis Mihály Barna. Puszta, azt... Nekem néve nem sikerült, jó volt Curaszeres, a Somogyfoki, megint egy Somogyfoki szóló, ez nincs benne. Viszont megszerezte Karosi, bravúrosan Curának. Beák, Somogyfoki, triplára vállalkozik. Ez benne van. Hát rendkívül gólgazdag, nagyon jó negyedet látunk a hibák ellenére is. 20-19 most a vendéggárda vezet. Kis Mihály, nagy szóló. Nem tudta jól visszatenni, mert Beák védekezett, jó. Csele lesz a vendéggárdánál. De Beák Gábor jön le. Ott a pacsi. És érkezett bizony egyessel. Kopasz Bálint. Ó, hogy ment be a tripla! Kovács Soma harmadik tripla. 22-20. Somogyfoki, Kopasz, Cura. Cura. Somogyfoki tripla. Ez nem ment be. A lepattanó megint megvan, de aztán Horváth Márton szedi össze. Kis Mihály indulhat. 3-3, Kovács Soma, puszta elvállal. És ez a tripla is benne, elképesztő tripla formában most a Budafok. 3-43, egy újabb tripla, 1-2-3-4, 5 triplát sülyeztette a Budafok. Időkérés áll Vladimir Volszky, 25-20 a Budafok vezet. Innen folytatjuk. Nagy fogadkozások után Kovács, Kis Mihály, Horváth Márton, Puszta és Varga Dániel, még a túloldalon Karosi, Cura, Somogyfoki, Kopasz és Kopasz Márton helyett, Kopasz Bálintot mondanak, Kopasz Márton és Timko Norbert. 5 pontos hátrány most a vendéggárda, Somogyfoki, Karosi, Timko, Cura. Cura, Kopasz. Tehát telik a támadédő, el kell dobni. Ez nem jó, de leszette Kopasz. Cura triplára vállalkozik. Ez viszont jó. A hetedik tripla ebben a negyedben. Tripla zuhatagot látunk. A régiek közül itt van Tuza Zsigmond, és itt van Verbényi Kálmán. Régi budafoki kosarasok is megtisztelték jelenlétükkel a meccset. Puszta, újabb tripla. És ez is jó. Elképesztő. Elképesztő tripla zuhatak, kérem szépen. 28-23. Majdnem azt mondom, sokszor egy fél időben van ennyi pont. Ez nem jó. Se lepattan a Horváth Mártoné. 28-23. Puszta, Kis Mihály Barna, Kis Mihály Barna, szépen löbböli Varga Dani. Kovács Soma, újabb tripla. Ez nem megy be. Ezért minden neki sem megy be. Cura.
Lasky Mester hangos szólva intonálja öveit, és egy szép középtávoli Czura Attila. 28-25. Jó labdaszerzés volt, bizony Karosi Gergely, ezt ő nagyon tudja. Somogyfoki, onnan be fogja vinni. Úgy van, és ez kimaradt. És Horváth Márton aztán tanári módon leszette. Jó indítás, Kovács Csoma meg fogja azt oldani. Nem, mert szabálytalan vele szemben. Czura Attila. Remek szerelés után jó indítás. Ott itt van Búró Szilárd is, egy újabb régi budafoki kosaras, úgyhogy... És azt láthatják, hogy vezet a csapat, és dobhat most Kovács Csoma. Csele lesz majd, hetessel a vendéggárdánál Kovács Barnabás érkezik, aki szintén nem vagy a szomszédben egy kis triplája. Kovács Barnabás egyébként 18 éves bedobó. 18-19-20 évesek az egyik oldalon, és 19-20... 18 évesek, vagy Dormán Balázs, 18 éves a másik oldalon, tehát tehetséges fiatalokban valóban nincs ilyen egyik oldalon sem. Kovács Csoma, 30-25. 2 percen belül vagyunk, 5 pontos hazai előnynél. Karosi, oda nyújt ugyan Kovács Csoma, de Czura megszerezte adat. Kopasz, átteszi, ez jó, Kovács Barnabás. Karosi jó védekezik most a Budafok, nincs dobóhelyzet, de Timko elvállalja és rövid. És nem tudták besimogatni, de másodjára sem, mert Karosi kezét megütik, Vladimir Laszki a fejét fogja, legalább büntető. Azt hitt, hogy a két zicserbe az egyet belehajt majd a gyűrűbe a csapata, hát nem így történt. Viszont dobhat Karosi Gergely. Karosi Gergely, kérem szépen, 20 esztendős, 2-es, 3-as poszt, 6,7 pont és 4,7 lepattanó, tehát jó a mérlege. A büntetőjeg a Bűnrossz, maradt a 30-25. Újra Karosi Gergely. Ez már jobb, 30-26. Kis Mihály Barna. Horváth Márton, puszta, onnan elvállalhatja, de most figyeltel, nagyon Czura piócaként tapad rá Horváth Márton. Puszta, jó bejátszásával Kovács Csoma. Ej, nem lett volna rossz, Horváth Márton pedig. Nem rossz, hanem belesimogatja a gyűrűbe. 32-26. Jelzem önöknek, amikor egy perc lesz hátra, és ez ebben a minutumban következik el. Czura kiteszi triplára, Kopasz Márton, gyönyörű tripla. A 32-29, 3 pontos előny a Budafoknál, puszta. A közönség most biztatásba kezd, puszta. Horváth, ott van Kis Mihály, egyedül hagyták, és nem dobta be. Megjárta a gyűrű minden oldalát a labda. Czura egy triplával akár egyenlíthet is a TF. 18 másodpercig játszhatnak még a labdával, és 25 van a negyedből. Czura. Kopasznak tolja le, kicsúszik a kezéből, tehát már is oda a tripla lehetősége. Elvállalt a Kovács. Ez lejön, és egy hosszú indítás. A másik Kovács, azaz Soma. Ő is kihagyta, és az ő kezéről jön le. Hűha. Czura eldobja, és bedobta Czura, bedobta a túlvilágról ezt a triplát. Elképesztő triplával 32-32. Hát kérem szépen, a dudaszó pillanatában Czura fantasztikus triplával egazilált. 32-32, soha ne lássunk rosszabb és pont gazdagabb mérkőzést. 64 pont az első negyedben, ez önmagáért beszél, nem sokat védekeznek, annál inkább lőnek a csapatok. Innen folytatjuk. Jönnek a gárdák, a folytatása, Kovács Csoma, Kis Mihály Barna, Puszta Dávid, Fehér Csaba csereként 10-essel hazajöknek, és Horváth Márton, míg a túloldalon Kopasz, Kovács, Timko, Czura és Karosi. Hektikus meccs volt, vezetett 3-4 ponttal a TF, aztán vezetett 5 ponttal kétszer és a Budafok. Mégis Czura földön túli, és a Toppipi grill mögül bedobott triplájával egyenlített a TF. 32-32, Kis Mihály Barna. Kovács Csoma, az nála életveszélyes közelség. Fehér Csabánál is, de nem dobott most triplát. Távoli dobás, lejön, Timko szedte le. Még egyszer, az egyik oldalon Ivoseva pont király, másik oldalon egy
sok pontot dobó remek irányító Lados, és a tripla király Mészáros hiányzik. Kopasz, szép betörés, jó labda Timko, hát ezt be fogja dobni, és Sulko be is dobta. Szép támadás után vezet a vendéggárda, Kovács Soma. Kovács, hát ha nem támadják, akkor ő bedobja, így van. Kovács Soma van annyi a klassz is, hogy ezt ha nem támadja középtávolról, elsüllyeszti. Kopasz. Timko. Ő is elvállalja, és ő is bedobta. Kovács Soma. Kovács Soma. Szépen kanyarítaná vissza, de Horváth Márton teszi fel a pontot a díjre. Végül is. 36-36. Cura. Cura. Két ember kezei között áttett, egy nagyon szép támadás végén, Kovács dobja be. Két pontos vendégelőny, puszta kiütik a kezéből, de megszerzi puszta, aztán jól teszi Fehér Csabának, Fehér Horváth Márton ez viccel, Horváth Márton be is dobja. 38-38. Nem tudnak ellépni most a csapatok egymás mellől. Kopasz Márton. Kopasz Márton. Timko zár neki, kopasz. Cura, Karosi, Timko, vonal. Azt mondta Vladimir Vaszki, itt álltam, nem lehetett vonal. A játékvezető ítélete azonban megmásíthatatlan. 38-38-nál jön a Budafok. Kis Mihály. Most már puszta. Kovács Soma tripla. Ej, nem ment be, és megint Kovács repül, mint a kabasolja, és lecsépi. Cura, nagy szóló. Puszta Dávid. Szándékosnak minősítik? Bizony, még vállal és kézzel is rásegített, mondja a játékvezető. Puszta tiltakozik. Azt hiszem, kicsit úgy érzem, ez most erősítélet volt a játékvezetők részéről. Minden esetre Cura Attila dobhat. Csere van, 13-assal Beák Gábor a csapat kapitány érkezik, Timko Norbert helyén. Cura. 39-38. Továbbra is 39-38, oldalról jöhet viszont a TF. Miközben Varga Dániel váltja a nagy taps közvetette levonuló, közepette levonuló Horváth Márton, a blokkok és sapkák királyát. Beák Gábor. Kopasz. Kopasz. Beák. Pusztával nincs könnyű dolga. Pusztának sem vele. Nagy passz, és kicsúszott a kezéből Karosinak, pedig Beák megcsinálta. Kovács Soma, Kovács Soma. Kis Mihály tripla. Hosszú. Megvan a lepattanó, Karosi. Egy pontos vendégelő. Cura. Láb, de tovább mehet Karosi. Cura, jól védekezik most a Budafok. 7 másodperc. Cura, ez nagy szóló eddig. Kovács, szép pont. Egy 38, 3 pontos vendégelőnk, Kis Mihály, ott középen láttak valamit, Kovács Barnabásnál szabálytalanságot. Puszta Dávid. Kovács Soma, Puszta Dávid. Fehér Csaba lopta a távolságot és saját magát közel. Szépen szerelte őt Kopasz Márton. Kovács Barnabás, Kopasz Márton, Beák Gábor most már.
Karosi. Kopasz. Cura. Megindult Cura. Nem dobta be. Viszont remek üzette Varga Dani. Aztán jó indítás. Kovácsom, a kis Mihály, szép szóló. Rényton. 41-40-es vendégelő. Nincs akkora pont, zuhatag a második negyedben, de továbbra is kiegyenlített a csata. Beák. 7 másodperc, kopasz. Cura, kopasz, és kiesik a kezébe. Cseh lesz, Somogyfoki Péter érkezik vissza, és leül egy kicsit pihenni. Cura Attila. 41-40-es TF Budapest elő. Kovácsoma, hagyják be menni, ez életveszély. Puszta Dávid, ez lejön. Karosi, majd Somogyfoki. Somogyfoki. Bemutatta a figurát. Jó passz, Beák. Nem ment be. Kovácsoma. Puszta Dávid triplára vállalkozik. És bedobta. Most két ponttal a Budafoknál az előny. Mondom, hogy egy hektikus csata ez. Somogyfoki. Beák szépen válik emberéről le, mint érett gyümölcsefáról, puhán elegánsan dobja be. 43-43. Puszta. Fehér csaba tripla távolságon. Ez nem ment be. Kovácsom a kezéről. Elrepül a labda, elcsúszik, és megérkezik Somogyfoki. Somogyfoki, Karosi, Somogyfoki. Bobocsán. Szépen varázsolta oda, és kopasz ki tudta ezt is hagyni. Atyaisten, miket hagynak ki most tényleg? Ezt viszont Varga Dani be fogja dobni, így is van. 45-43-as, két pontos Budafoki előny most. Vonal. Hiába volt jó a pont, vonal. Időkérés van. Vladimir Laszki időt kér. Innen folytatjuk. 45-43-as. Budafoki előny. Második sürgető dudaszó és a sívszó után még mindig nem jönnek fel a játékosok. 45-43, 4 percemből a fél időbe, és váltás a Budafoknál. Fejér Csaba, Kis Mihály, Varga és Puszta mellett a labdaszerző 12-es számmal játszó, mindössze 21 éves. Siklós Olivéra küzdött a túloldalon, Cura, Karosi Gergő, Somogyfoki, Timko Norbert és Beák Gábor. 2 darab pont a Budafok előnye. Siklós próbál elmenni ott a szélen, aztán egy váltás Kis Mihályban, na most már Kis Mihály szépen tör be, és szép pont érde. Kis Mihály remek szóló. 47-43, Cura. Somogyfoki. Egy váltás után Timko kezébe varázsolja, nehezen szedték össze, 5 másodperc, Cura fölteszi, gyönyörű szólópont, Cura Attila. Egy 47-45, Siklós Olivér. És labdaszerzés, Karosi egyenlíthet, és Karosi zsákol. Egyenlített a TF. Kis Mihály Barna. Kis Mihály, még mindig Kis Mihály. Most Siklós. Ott a folyosó előtte, betör, és nagyon elegánsan dobja be. 49-47. Somogyfoki, hoppá, szabálytalan Siklós Olivér.
Somogyfoki dobhat. 2-1 a csapat személyik aránya, Timkó, Somogyfoki. Cura a dobócsára indul, bejátsz a Timkónak, Timkó kezéből kivarázsolják, ott még visszaszerzik, és Cura, ó, ez bravúros pont volt. Már a veszett fejszény elét ragadta meg újra a TF, és egyenlített. 49-49, puszta Dávid, most ő az irányító posztja, puszta igazi Jolly Joker, 1-4-es posztig mindent játszik. Hoppá, szabálytalan indulás és labdavezetés, mondják Siklós Olivérnek, akinek ez nagyon nem tetszik ez az ítélet. 49-49, és Somogyfoki Péter kezében a labda. Karosi, újra Somogyfoki. Irányító hozza át, aztán megy váltás Curával. Talán most nem érkezett be játékos, Cura egy triplát dob és ezt bedobta. Átvette a vezetést, 52-49-el a tehetséges fiatalok. Budapest, Fehér Csaba, egy kis triplája őse megy a szomszédba, most azonban középre teszi Varga Dániel, szép pont. 52-51, Varga Dániel, Cura. Szép pontokban tényleg nincs ilyen. Cura, Somogyfoki emelkedik egy triplára, ez nem jó. Lepatanó Fehér Csabáé, puszta, 3-3 ellen. Puszta Fehér Csaba, belemelés. Ezt fújták le, kicsit teátrálisan. Ez nem tetszik Károly Máté vezetőedzőnek. 51-52. Egy pontos TF előnél jöhetnek a vendég sárga kékek. És időt kér Károly Máté, az időkérés után folytatjuk. Sípszó után közvetlenül a felek, 15-ösel Timkó, 0-es Somogyfoki, 25-ös Cura. 11-es Karosi, 13-as Beák, még a túladon, 12-es Siklós Olivier, 24-es Puszta, 5-ös Kismér Barna, 13-as Varga Dani, és 10-essel Fehér Csaba. Egyetlen pontos TF előny. 1-12-vel a nagy szünet előtt. Somogyfoki. Somogyfoki. Kétszer hozzá Kismér, itt is belmenésztek a már a Budapoki publikum, ezt nem fújta be a játékvezető. Cura, itt viszont befújják Fehér Tamás. Fehér Tamás, miket mondok, Fehér Csabánál. Fehér Csabát inti higgadságra Károly Máté közben. Karosi. Cura. Ez nem volt jó, veszett fel ezt a nyele, és aztán Puszta Dávid indult, Kis Mihály, szépen teszik fel, 53-52, most a Budapoknak. Meg. 15 másodperc a támadédő, 32 a negyedből, Deák, Beák. Beák szépen csinálja, de ott szabálytalan Varga Dániel. Dobhat Deák Gábor. Ez Deák részéről pont, 53-53. Deák általában higgadt büntető dobó, ezt most kihagyta, de Timko összeszedte, és aztán behordulja, így jobban járt a TF. Hiszen 55-53-ra ők vezetnek, de végig támadhatja a felidék az időt a Budafok. 55-53. Jó védekezés kell a TF-től, és hatékony támadás befejezés a Budafoktól. Puszta, Kis Mihály, rossz labda, és könnyedén, hogy aztán Karosi lejárt azonban a negyed. 55-53-ra tehát fordított és vezet. A TF, innen folytatjuk a nagy szünet után.
következzék, tehát kérem szépen a harmadik negyed. Tim Konorbel, Csomagyfoki, Cura Attila, Beák Gábor a kapitánya, jól látom, és Karosi Gergely, míg a túloldalon még nem döntött Károly Máté, Horváth Mártont látom ott állni, Kovács Csomát, Varga Danit. Ki lesz a másik két ember? Hát keresztében nagyon érdekesen alakult, vezetett többször 5 ponttal a Budafok, vezetett 5 ponttal a TF is. Aztán 2-3 ponttal egyik váltotta a másikat, ez vezetett, az vezetett, itt vezetett, ott vezetett, ám a végére 2 pontossá degradálódott a budafoki vezetés, aztán eltűnt és 2 ponttal átvette a vezetést a TF. Jól mondtam, Delfoly Józsdát kéne üzemeltetnem talán, hiszen az említett játékosok mellett Kovács Csoma és Kis Mihály Barna érkezett vissza, tehát puszta, Horváth, Varga, Kovács és Kis Mihály a hazaiaknál, de Karosi Gergő kezében ad a Somogyfoki, remek megmozdulásai voltak, Beák egy dobolcsel után kiteszi Curának, és Beák elvállal egy triplát. És a Beák elvállalja, többnyire bemegy, most nem ment be, és Horváth Márton szokás szerint leszette. Puszta Dávid, Varga Dani, onnan ő életveszélyesen szokott befordulni, rácsapnak a kezére, és ezt is megcsinál, nem! Ez azért nem sikerült Varga Daninak. Két ember lógott rajta, mint a királyi palást, és mégis begyötörte, mégis fel tudta tenni, és vele szemben szabálytalankodtak. A Kovácson, nem, Puszta Dávid, nem lehet megállítani Puszta Dávidot. Nagyon erős a Jolly Joker, Puszta Dávidról annyit, hogy 28 esztendős, az 1-es 4-es poszton játszott, 16,5 pont, 4,5 lepaton és 43%-os tripla hatékonyság. A büntetőket pedig bedobta a büntetőt pontosabban, úgyhogy egy ponttal most a budafokiak mennek. Somogyfoki. Somogyfoki nagy szóló, és nem kimarad. A nehezét csinálta meg Somogyfoki. Kis Mihályban az jó labda, puszta, bele fog állni egy triplába. És ez most nem ment be itt sem. Timko leszette. Kicsit lassú mozgású Timko Peszekről a testre. Nem csoda, és egy Ali Jobbot kísérelt meg. A TF nem sikerült. Kovács Csoma. Puszta Dávid. Puszta ránézésre, és nagyon eltökéltnek tűnik a mai meccsen Dávid. Persze minden meccsen az. Kis Mihály Barna a középtávolról nem tud hibázni. 58-55, ismét a 3 pontos különbség, de most a Budafok mellett. Cura Attila. Somogyfoki. Megindul, kiteszi Beák a triplára. Ez életveszélyes közelség, Beák Gábornál be is dobta. Újabb triplát sülyeztette Beák, akinek rutinja, higgadsága bizony aranyat érhet. Horváth Márton, Kovács Csoma, keresztbe fut Varga Dani, de kiszorítják. Egy zárás után Kovács Csoma, Timpó magasodik előtte 212 centivel, és kicsúszik Kis Mihály Barna kezéből a labda. Timpó Norbi 212 centi magas, 99 kiló, 13 pont, és 7,6 lepattanó. Somogyfoki. Somogyfoki puszta, ez nagy csata, aztán Cura szépen csinálta meg magának a szabad helyzetet, de dobni nem tud. Cura. Itt lesz a tripla majd Deáknál. Beák, és Beák tippája úgy csúszik le a gyűrűről, hogy nem ér hozzá Budafoki, tehát jöhetnek a budafokiak. 58-58 Beák, aminek ez nem sikerül. Előző két tripája viszont ült. Horváth Márton, Kis Mihály Barna, szóval budafoki kórus, Varga Dániel, Kis Mihály, fönnök ad a kéksárga falon, Kovács Csoma azonban nagyon laza kézzel elvállalja, nem érnek hozzá, jöhet a TF. Most hibák mind a két oldalon, egy cipőfűző kötés, Puszta Dávid, mind a két oldalon hibák. Gyerünk Soma, ez Kovács Solának szólt. Karosi szép labdájával, Somogyfoki kihagyta. Másodjára adja ki Somogyfoki, aztán reklamál egy csor. Puszta Dávid, ő is kihagyta, és Beák, majd Cura. Somogyfoki 2-1-ben leteszi, Karosi pont. Szép támadás végén, szép pontot dob a TF.
Puszta, Horváth Márton, Kis Mihály Barna, Kovács Soma. Szépen fordul be, leosztja egy triplára Kis Mihálynak. És hogy jött ki? Kérem szépen, ez hogy jött ki? Szinte már leszálló ágban volt a gyűrű, Isten bizony már a hálót is érintette, és visszatornázta magát a labda. Ezúttal a gyűrű nem volt a budafokiakkal. 60-58-as vendégelőn. Puszta. Húha! Fura Attila volt szabálytalan. Két dobás és Puszta Dávid egyenlített. Ismét egyenlő. Somogy Foki. Karosi Gergő. Timko Norbert. Kiszorítva a palánka oldal, ott van Cura. Szépen osztotta le Karosinak, aki meg bedobja a triplát. Karosi is jól játszik. 63-60, Kis Mihály. Kovács Soma. Elcsúszott Kovács, Puszta Dávid. 8 másodperc. Horváth Mártont megelőzték. Beák indít, 3-2-be viszik a labdát. Szépen osztották le, Karosi bedobja. Valószínű időkérés lesz, így is van. Károly Máté időt kér, hiszen 5 ponttal most a TF vezet. Cura, Somogy Foki, Timko, Beák és Karosi az egyik oldalon, a TF Budapest oldalán, akik 5 ponttal vezetnek, és a túloldalon Károly Máténak több mondani valója volt, hiszen most utoljára bizony a mínusz 2-ből plusz 5-öt csinált a TF. Kovács Soma, Horváth Márton, Puszta Dávid, Varga Dániel és Kis Mihály Barna. Ha győz a TF, akkor 10 győzelem, 8 vereség. Ha veszt a Budafok, 11-7. Ha nyernek, akkor 12-6. A Budafoknak mindenképpen kedvezőbb a helyzete, hogy a 8 között biztosítsa a helyét. De hát még vannak hátra mérkőzések, még mind a két gárda ezt elérheti simán. Másodpercon még hátra, 5-46 a harmadik negyedből. 5 pontos TF Budapest előtt. Kovács Soma, Horváth Márton, Kovács Soma, lecsorog, Varga Dani kezéből is, és Somogy Foki szágult, Somogy Foki tulajdon Karosi, két gyors ember, a Somogy Foki visszafordul, mutatja az irányító, járjunk meg, játsszuk meg a figurát, 14 másodperc még, Karosi, Timko onnan visszateszi, Somogy Foki nagyon messze jel triplára vállalkozik, nem volt jó. Talán Timko befordulhatott volna, de hát ez csak talán. Puszta Dávid. Puszta, szép labda, Horváth Márton. Nem jó. Somogy Foki szerel. Somogy Foki aztán megindulhat, jutalma, hogy dobhat esetleg egy zicsert, és bedobta Somogy Foki. Először a meccs folyamán 7 ponttal vezet a TF. 7 ponttal még egyik csapat sem vezetett. Kovács Soma, Varga Dániel, Kis Mihály, Puszta, jól védekezik most, 5 másodperc, jól védekezik a TF, Puszta labda rövid, és nem tudta belesimogatni Kovács Soma a gyűrűbe, sőt, Beák leszette, Curának tette, majd újra Beák. A harmadik negyed sokszor sarokköve volt a Budafok játékának, pró vagy kontra. Egy gyönyörű szép betörési kísérlet után szabálytalanok Curával szemben a hazaiak.
Cura. Cura eddig magabiztos büntetődobónak bizonyult. Nézzük, most is így tesz-e. Bedobta, 68-60. Ha újra bedobja 9 pont, az eddigi legnagyobb különbség lesz, momentán. Na de sikerül-e? Cura? Az idegei rendben vannak. 69-60 az eddigi legnagyobb különbség, amivel vezet a TL Budapest. A budafoki közönség tudja, hogy most biztatni kell a csapatot, és akkor Puszta Dávid is biztatja, de nem, mert Puszta Dávid nem biztatta Horváth Marcit, mert rossz paszt adott, aztán Cura. Elkapja a fonalkozt a TF, akár is léphetnek. Cura. Kicsit belebonyolódott a cselekbe Cura. Hát. Kicsit magának köszönhette most Cura Attila, mert már előbb szabadulni kellett volna szerintem a labdától. A csapat személyek aránya 3-2 a TF javára. Beák Gábor, a csapat kapitánya, Somogyfoki. Timkó leosztott a Somogyfokinak, visszakapja Timkó, és lépés. A tréfásan lépeketű eszkavátort játszott el most Timkó Norbert, elvették a labdát, és jöhet a Budafok. 69-60-nál. 3-50 a negyedből. Kis Mihály, Puszta Dávid, Puszta Dávid. Horváth Márton, Kis Mihály Barna, szépen cikázik végig. És ez is kimaradt, de Horváth Márton is kiadja. Ami bement az első negyedben, most nem megy be semmi a Budafoknak. Somogyfoki nagy szóló, és ez is kimaradt. Kis Mihály Barna kimaradt, ezt mondom, mint a becsípett fény, amikor hiába várja az asszony, de hát ezt kellett mondani egymás után. Puszta, Horváth Márton. 4 másodperc, Kovács Csoma, leszerelik. Varga, tartott labda, jöhet majd a Budafok. Csak hogy... Három perc, 5 másodperc van még a negyedből. Varga Dani lejön, és Fehér Csaba a küzdőtéren. Fehér Csaba már az idősebb generáció, 31 esztendős, a 3-as poszt kiválósága 6,2 pont eddig, és egészen varázslatos triplákra képes, és ráadásul nagyszerű gólpasszai is vannak. Tehát Fehér Csaba is a kiismerhetetlen fantáziadús játékosok közé tartozik. Egy kis polémia a zsűriasztalnál, de mehet tovább, és Beák Gábor a csapat kapitánya, és már remek tripladobója. Tettől alapzat, és aztán valamiért áll az óra. Hogy a palánk mögül kéne jönni? Nem, a Budafok jön. Hát kérem szépen, igen. Pusztára figyelnek, de megkapta Kovács Csoma. Eldobja, el kellett dobni, nem megy be. Beák leszette, Cura áthozza. 3 percen belül vagyunk a negyedben. Karosi. Somogyfoki. Timko zár, aztán bemegy a palánk alá. Remekül nyúlt oda Fehér. Kis híja, hogy labdát szerez a Budafok. De csak kis híja, viszont 8 másodperc maradt a támadó idejükből a kéksárgáknak, hogy csináljanak, amit 8 másodperc tengernyi idő kosárlabdával. Somogyfoki. Szép ívű dobással bedobja. Hát most kérem szépen, 11 pontosra duzzadt a TF előnye. Itt most már tenni kell valamit a Budafoknak. Most nem ülnek a triplák, a palánkalatti befutások. Na Puszta Dávid! És Puszta Dávid triplája is kijön. És a lepattanó sorozatban saját palánkalat úr most a TF. 71-60. Beák. Cura. Somogyfoki. Rövid. Telepattanó megvan. Kovács Soma. Szép cserre jött el Soma. Fehér tripla. Lejön. Szegény embert
a bal szerencsés tripla sorozat is húzza. Kovács, nagy betörés. El kell dobni Fehérnek. És ez bent van. Hú, idegnyugtató triplát dobott Fehér Csaba. Rettenetes messziről, leszálló ágban, hagyott testre, Michael Jordan módra. 71-63, megtölt a jég. Timpo kiütik a kezéből, de Cura szerzi meg. Cura. Szépen tette fel. Cura szólójával 73-63, 10 pont a különbség. Ez a meccs, ez relatíve nagynak tűnik, hiszen nem tudott ellépni egyik vagy másik csapat eddig. Kovács Soma. Szépen viszi végig, és nem tudta besimogatni a gyűrűbe Horváth Marci sem. A hazai gyűrű most átokként nehezedik a budafoki játékosok kezére és gondolataival, mert nem segít nekik, az biztos. Beák, Somogyfoki szépen indul el. És kiszűrődött a Kismiály, remek labdaszerzés, 3-1-be Kismiály, ő 1-1-be oldja meg. Nagyszerű. 73-65, 8 pont. 17 másodpercig támadhat még a TF, utána jöhet a Budafok. Beák tripla, nem dobta be, és jöhet a Budafok. Ott egy szabálytalanság. Somogyfoki eltűnik a műanyagon, és a játékvezető ítélet Fehér ellen szól. Isten bizony nem tudom, hogy mi történik. A labda egyet, kié lesz a labda. A labda akkor a Budafoké ezek szerint. Sem Beák Gábor nem érti, senki nem érti. Ki jön most, úgy tűnik, hogy mégiscsak a TF. Lehet, hogy én vagyok képzetlen, de egy kicsi másképp értettem. Első blikre, és máshonnan. Somogyfoki. Cura. Egy kicsit játszottak még az idővel. 10 másodperc. Cura. Somogyfoki tripla. Nem dobta be. És az érkező Karosi beduplázza. 75-65. 11 másodperc van a Budafoknak, hogy csökkentse a különbsége. Ez nem sikerült. És még 3-4. Somogyfoki végig teszi Karosi. És kihagyta az ittet Karosi. Így 10 pontos előny a Budafok ellen a TF Budapestnek. Innen folytatjuk a negyedik negyedben. Mik voltak itt? Bizony mindkét edzőnek volt itt mondani. 10 ponttal vezet a TF a negyedik negyed előtt. Kismihály, Kovács Soma, Horváth Márton, Fehér Csaba, Siklós Olivér, még az oldalon Cura Attila, Timko Norbert, Karosi Gergely, Somogyfoki Péter és Beák Gábor. A játékvezetők mosolyognak, Kismihály mosolyog, Beák mosolyog, mindenki mosolyog, egy nagy mosolysziget az egészben. Egyébként a két csapat és két vezetőség jó viszonyban van egymással, azt mondom. Egész más lenne, ha mondjuk kiezett csata lenne, és a vesztes mondjuk már elbúcsúztathatja 8 közéjutó álmait, vagy a kiesések. Így viszont, hogy ott vannak az élbolyban, így más a hangulat. Ha játékvezetők azért tesztek az izgalomról, mert most megint nem tudjuk, hogy mi történik. Hát bizony, itt nem tudjuk most, mi történik. Hát kérem szépen, megint megtalálja a közönség mindkét oldalon játékvezetőket. Nagyon sok ilyen furcsa megállás van. Mindig Kismihály dobolcsa után triplára lép. És be is dobta. Rettenetes triplával kezd a Budafok.
Már rettenetesen nagy, úgy gondoltam, és rettenetesen fontos, hiszen 75-68. Somogy Foki nagyon jól játszik a mai meccsen. Cura, ő sem különbül, és kidobja Cura Attila. Nem értették meg egyes, Beák még nem indult el, Karosi még nem ért oda. És ez annyit jelent, hogy egy jó dobással egész közel zárkózhatna Budafok. Siklós Olivér, a labdaszerzések mester és Kis Mihály hozzáállta a labdát. Frenetikus hangulatot csiholna ezzel a budafoki közönségből, ha most pontokat dobnak. Így is szól a budafoki biztatás, és Horváth Márton, Kovács Soma. Kilépett tripla, de védekezik Timko, Horváth Márton megelőzik. 8 másodperc, Fehér Csaba, Kovács Soma tripla. És kijön, atya úristen, ez is hogy jött ki. És vonal, és Siklós elleni tőlenek. Siklós letérdel, és nem érti. És mindenki mosolyog ismét. Siklós Olivér nem érti. 75-68. Beák. Karosi. Karosi Gergő. Cura. Cura helyzet. Uram, mert kiharcol magának egy dobóhelyzetet, és be is dobja. Remek szólójával 77-68. 9 pontos különbség. Kovács, Kis Mihály, előbb remek triplát csülyeztette, most Fehér Csaba dobócsele után dupla lehet. És Fehérbe is dobta. Cura. Kiejtette a kezéből Kovács Csoma, na nézzük, egy az egyet, megcsinálja, nem csinálta meg Csoma, Beák szerelte. Azt mondja Csoma, de hát szabálytalanul szerelte. Forponton az izgalmak, kérem szépen. Szerintem, ha szerelés, akkor szabálytalanság, és Budafok jöhet, ha viszont a kézről ment ki, akkor viszont a TF-nek kéne. Fehér Csaba, lecsorog, Kovács Csaba, megszerezte. Fehér, újra megpróbálja? Nem, dobolja, oda be. Kis Mihály Barna az oldalvonalnál. Horváth Márton választja játszótársául. Kovács Csoma. Fehér elvállalja könnyű kézzel. Nem ment be. Cura. Megszerezte Kovács Csoma. A startott labda és jöhet a TF. Cura küzdött nagyot. Somogy Foki Cura, Karosi Gergely, persze szabadon volt, és onnan el szokta vállalni, most nem ezt tette. Cura, Karosi, most újra ott van, és ezúttal is bedobta. Karosi gyakorlatilag harmadik tripláját dobja, és 80-70. Nem tud igazán közel zárkozni a B-fok. Kis Mihály Barna. Kovács Soma elvállalja a triplát könnyű kézzel, rövid. És Timko, hát Timko nehéz megelőzni, most sikerül. Siklós Olivér. Kis Mihály. El kell dobni, mert telik az idő, és ez nem, nagyon nem jött be. Kovács összeszedi, és bedobja. Szalta együtt. Kovács Soma a nagy küzdő. Ez nagy játék volt. 80-72, és nem elég, hogy bedobta Soma, még szabálytankodtak is vele, így hát dobhat egy büntetőt. Büntető is jó, 80-73. Tengelnyi még az idő, hiszen 7-12 van hátra. Cura, Somogy Foki. Elvállalja a triplát, nem léptek rá, ezt nem tűzik alapja mellé Somogy Foki Péter. De minden oldalon, minden jó tripladobónak vannak ilyen homályos pontjai, fogalmazzunk így. Puszta Dávid készül majd visszállni, miközben Kis Mihály Barna hozzáállt a labdát. Kis Mihály. Járás után Fehér Csaba.
két ember között nem tudja átvinni Beák lábáról, vándorol ki a zsűri asztalhoz. Csere van, Puszta Dávid érkezik. Még nem. Puszta Dávid még nem érkezik. Adj neki technikait, mondják itt a TL szimpatizánsok. Akkor lehívja mégis Fehér Csabát Károly Mától. Vissza Dávid. Kis Mihály. Mindenfoki közönség rákezd, és Puszta Dávid is rákezd. Kis Mihálynak tesz egy tripla biztos helyzetet, Kis nem dobta, de korábban bedobta. 80-75, 5 pont lett a 11 pontos hátrányból. Fura. És Kis Mihály bravúros labdaszerzés. Puszta, egész közel zárkózhat a Budafok. Erővel biztos, hogy bírni fogják a piros fejeteket. Kovács Csoma, nagyszerű tripla. És 2 pont! Euforikus Budafoki biztatás, Kalosi is eladják a tolatjátokat, hogy eladnak 11 pontos előnyt, kérem szépen, mert akár fordíthat is a Budafok. Elképesztő! Siklós. Puszta. Siklós. És bedobta! Óriási triplával fordít a Budafok. Kérem szépen, 11 pontos hátrányról, most már 1 pontos Budafok jelöl. Euforikus öröm, és támadó falkot fújnak. Elvesztette a fonalat a TL Budapest, Vladimir Vaski azonnal időt kér. 1 ponttal a Budafok vezet, innen folytatjuk, hatalmas hangulat a csarnokban. Beák, Timko, Cura, Somogyfoki és Kalosi Gergely a vendégek oldalán, akik 1 pontos hátrányban vannak. Horváth Kovács, Siklós, Puszta és Kis Mihály a 11 pontos hátrányból fordító Budafok oldalán, akik most 1 ponttal vezetnek és ők hozhatják a labdát. Kovács Soma. Horváth Márton, Puszta. Horváth. Siklós Olivér, Kis Mihály, Kovács nagyon messziről, és nem ment be, bal szerencse, de Horváth visszaszerezte, Puszta is eldobja, ez sem egybe, a Siklós szerzi vissza, és leszerelte. 81-80, Cura Attila hozzá, de kinek hagyjam, Tinkolnak, újra vissza, Tinkol zár. Újra zár. Cura. Elcsúszik Cura. Eldobja, rövid. Kis Mihály Barna. Kovács Soma. Fortissimo erősödik Budafoki közönség hangja, amikor Cura szerelde a labda a Budafoké. 4-32 a meccsből, 1 pontos Budafoki előtt. Kell dobni, és bemegy! Az utolsó Dudaszok percében lejáró támadóval bedobja Puszta. 84-80, és támadó fel, Somogyfoki ellen. Húha, teljes rövid zárlat a TF oldalán. Kérem szépen, a Budafok produkált egy 14-0-ás rohanat. Puszta Dávid. Kovács Soma.
84-80. Kovácsom a leteszi Siklósnak, teljesen biztos tippa, de nem megy be. Timkó leszedi. Cura, szabálytalanság. Siklós előtt. Rendkívül izgalmak a vége, a budapesti közönség nem bír magával. Szinte teljesen megtöltötték a hazai szektort, de a vendég oldalon is vannak azok. Ők hát most csendesebbek, hiszen a csapat vezetett bár 11 ponttal, de most 4 pont a hátrány van. Persze 4 pont kosárlabdában, 3-47 a vége előtt, semmi. Timkó. Tőletán többet várnánk a palánk alatt, jóval. Somogyfoki. Ő bedobja a triplát. 84-83, egy pontos Budafoki előny, hihetetlen izgalmak, puszta, elvállalja, nem dobta be, Beák viszont leszette, ilyenkor, ahogy mondják, jó a rutin a háznál, az öreg a háznál, hát Beák bemutatta, hogy miért van rá még nagy szüksége csapatának, ez nem az életkor függvénye. Cura, ez nem ember, és Siklós Olivér szerezett be. Kis Mihály. Szép szerelés, Beák! Kovács Barnabás áll, de Somogyfoki Péter helyére. Kis Mihály. 3 percen belül vagyunk, egy pontos Budafoki ellen. Kovács Csoma, Kis Mihály, Horváth Márton, Kovács Csoma, elvállalja a triplát, és bedobta, nagyon könnyű kézzel. 4 pontos Budafoki előtt. Beák, Timpó, hozzányúl Kis Mihály Barna, különben eljutott van a labda Karosi. Cura. Nagy labda Timko, és Timko gyönyörűen szállni Kovács Csoma. A hatalmas 2-12-es embert szállítók le. Sziklő. Horváth kiüti a kezéből, Karosi beszabálytalanul. 2-15 a vége előtt, 87-83-as Budafoki előtt. Horváth Márton. Nem dobta már. Egy második lehetősége azért, bár őt nem, mert és a büntetődobás miatt szeretik és tisztelik Budafokon. A második azonban bent van. 88-83. Öt pontos különbség. Ez így 2-6-tal vége, hogy jelentőséget tűnik. Beáll. Gyönyörű így a triplá. Viszont ez már is csak 88-86, már is csak 2 pont. Puszta. Horváth, Kovács Csoma. Horváth, szép labdát kapott Kovács Csomától, és 1 pontot van. 4 pontos Budafoki előny egy remek mérkőzésen, fordulatos meccsen. Labdaszerzés, Puszta Gábi, jó indítás, Kovács Csoma, és egyszerűen 2-86 letámadott a Budafok. Cura, Beák, Kovács is elvállalja a triplát. Ez is bent van. Nagyon izgalmas a végé. 1-20-szal a végé előtt. 3 pont. Puszta. Ó, Beák Gabi. Olyan amerikai futballista módjára a derekánál fogva fogta a Puszta Gábi. Ez miért nem szándékos, mondja Puszta Dávid, de 2 dobás az van. Törlés kell, Lados Máté érkezik a törlőfával.
1-16-tal vége előtt 3 pontos budafoki előnynél rendkívül fontos büntetőket dob Puszta Bedobja, mind a kettőt 5 pont lesz, ismét a különbség. Lazos és szép törlés után van, Puszta megvárhatja a lehetőséget a dobásra. És bedobta, 93-8. A második kimaradt, 93-8. Beállt. Jól szüknák segítenének a TF-t. Tinko. Beállt. Elvállalja. És nem dobta be, és elkezdtem a Siklóc Olivére, lehet, hogy kulcsú mentünk, a Kovács bedobja, eldőlt a már, és Kovács bedobja. Időkérés, megpróbál megragadni az utolsó lehetőséget, Vladimir Vaszki. Egyelőre Vastaps, hiszen 95-89, Budafok vezet, innen folytatjuk. Nézzük akkor az utolsó fontos perc történéseit. Csura, Timko, Karosi, Beák és Kovács, még Varga, Siklós, Puszta, Kismiány és Kovács Soma. A labdával a TF, de 6 pontos hátrányban vannak és 53,8 másodperc van hátra. Gyors triplával lenne esély. Timko. Nem hagyják most dobni. Beák elvállalja. Nem jó. A lapattal megvan. Kovács, ő is elvállalja. Ez sem jó. Ő Csiklócsolú bérje a labdát. Beák jó oda. Szabálytan 35,5 másodperc. A meccs eldőlt. Mert Tuhát a Budafok megvan. A 12. győzelem kérem szépen 6 vereség mellett. És 9-9 ugrott a mutatója a TF Budapestnek. Hatalmas csata volt, megnyerette volna a TF is. Elmentek már 11 ponttal, de visszakapaszkodott a Budafok, és a végén most nem engedik ki a kezükből már a győzelmet. Persze Siklós Olivér, ha bedobja ezeket a büntetőket, akkor lesz igazán biztos már minden. Siklós nem dobta meg. Másikat igen, 96-89. Most már nem két triplánya különbség. Szabálytalan Kismihály. Elvállalni a triplát, hiszen el kell vállalni, és be is dobtál. Időkérés Károly Máté, hiszen 96-92 papíron még lehetséges a változtatásokra. De én mondom, én azt mondom, eldőlt a meccs, mert most a Budafok jöhet, és ezt végig tudják játszani már a támadó idő. Ennek a meccsnek több forgatókönyv változat is lehetséges, ami végeredményt illeti, hiszen amikor elment 11 ponttal és lendületben volt a TF, hozhatták volna Ivosev nélkül is a meccset, aki azért nagyon nagy érvágás, hogy nem játszik. És nem játszik Lados és Mészos a túloldalon, mégis az első és a negyedik negyedben remekül sültek a triplák a Budafokra, és amikor 11 pontról visszakapaszkodtak, és egy triplával átvették a vezetést, akkor lehetett érezni, hogy lelkileg nagyon együtt van ez a csapat. Akkor bejöttek a megoldások, akkor összeállt a védekezés, a lepattanó szerzés, és ezzel végül is megérdemelten nyerik meg ezt a mérkőzést. Azzal együtt, hogy a TF is nagyot harcolt, és igazolta, hogy helye van a legjobb 8-ban. A Budafok pedig akkor, hogy ő 12 győzelem 6 versenyen tovább folytatta azt a szárnyalást, amit senki sem hitt az elején. Ha valahogy becsúsznak a legjobb 8-ban, az remek lesz, gondolta.
egyelőre a harmadik helyen állnak, és ezt megerősítik ezt a pozíciót. Varga Kismihály, Kovács Puszter, Siklós Olivér, Kovács Somogyfoki, Csura, Timpó és Karosi. Kovács Soma és Május Csura szabálytalan, ez a lehetőség van. Odaütni és hátra kihagyják a büntetőket az ellenfél játékosokra. Kovács Soma, rendkívül fontos büntető. Ez tényleg most már az idegnyugtató. Az íre ott van a pont, már csak meg kell erősíteni. És Kovács megerősíti, 97-95. Ha bedobja, két triplányi lesz a különbség, és alig egy támadásnyi ideje marad a TF-nek. 98-95. Nincs más át, hogy jó tripla, vagy szabálytalanságok, szabálytalanságok. Miután nincs meg a csapat személy, a negyediknél járnak, oldalról jöhet majd Somogyfoki & Co. Kovács. Csura. Csura. El fogja dobni. Elhárt. Rövid vonalra lépett, és eldőlt a meccs. Kovács. Csak végig kell játszani a Budafoknak, nem kell pontot se dobni. Le is pattogtathatják, de nem fogják tenni, mert letámad. És faltolni fog, persze faltolni fog Csura, hiszen hátra kimarad megint a budafoki büntető. Hát ez már ilyen odaütök büntető játék. Amennyiben bedobja a Budafok, akkor nem történik semmi, akkor továbbni az előny. Ha kihagyják, akkor egészen halvány, pislákoló, mécsesnyi fény lehet még. Puszta. És Puszta kihagyja az első. A közönség vastapsa már megelőlegezi a győzelmet. Így főleg, hogy van a második, 7-pont. Ezt már a két tripla nem is elég. Somogyfoki, hát ő vezette ki a labdát. És a TF-nek adják a labdát. Pedig az ő kezéről ment ki ez most. Át kell vinni, valakinek dobnia kell gyorsan, például Csurának, ez rövid. Somogyfoki még megy a labdáért, megszerzi, de Kovács Csoma szerzi meg, Varga Dani, Kovács Varga, szép játék. Ez már nem ér, ha jól tudom, az otthon megadják, 99-92. A Budafok úgy nyerte ezt a meccset, hogy 10 pontos hátrányban volt a harmadik negyed végén, és 11 pont is volt a negyedik negyedben, de megint igazolták, milyen az a budafoki szív és küzdeni akarás. A TF 3 negyeden keresztül jól játszott, sőt a harmadik negyedben sokkal jobban játszott, mégis a véghajrát nem bírták. Igazság a pontjáros pontjai nagyon hiányoztak, de el kell mondani, hogy Lagos és Mészáros nélkül is igazolta a Budafok, hogy miért állnak 12 győzelemmel immár. Ez a csapat sokkal hivatott, remek mérkőzés volt, sose lássuk rosszabbat. Én tiszta szívből kívánom, hogy mind a két csapat a 8 között folytathassa, és akár találkozzanak még. A végeredménnyel búcsúzom, 99-95-re nagy csatában nyert a Budafok a tehetséges fiatal Budapesten. Én földön túlinak minősítettem néha Kovács Soma tripláit. Nagyon könnyű kézzel, bátran vállalkoztál. Látszik, hogy duzzadsz az önbizalomtól, és az egész csapat is. Így érzette is? Igen, hála Istennek ma kijött a lépés végre. Az utóbbi időben hazai pályán főleg szenvedtem a triplákkal, olyan jó százalékkal nem mentek, de most úgy kezdtem el a meccset, hogy megpróbálom nem túl agyalni a helyzeteket, hanem egyből elvárani, és bementek ma, hál' Istennek, kellettek. Hál' Istennek. Azt mondtam itt hazai meccsen, hogy Kovács Soma nem dob ma jól, viszont remekül szedje a lepattanókat. És ez látható volt, amikor a TF feljött, és 11 ponttal vezettek, utána a varázsütés elkezdtük szedni a lepattanót az ellenfél palánka alatt is. Én azt hiszem, hogy ez fantasztikus teljesítmény. Mit gondolsz, mire lehet elég, hiszen a Hepkupa is előttünk van?
Igen, én itt éreztem, hogy kicsit döcög a támadása a csapatnak, és megpróbálom ilyenkor a támadó lepattanókkal visszazökkenteni a csapatot. Sikerült is. Köszönöm, második esélyt adni támadásokra, néha harmadikat, faltokat kiharcolni. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a küzdést be tudjuk mutatni a Hepkupán is, megint bebizonyítottuk ma is, hogy mínusz 10-ről, akár néha mínusz 20-ról is meccseket fordítunk, ez azt jelenti, hogy ez itt mindenki szereti egymást, egymásért küzdünk, a Hepkupát meg akarjuk nyerni, nincs mese. Ugyanígy kell játszanunk, és akkor talán sikerülni is fog. Gratulálok Károly Máténak, 12 győzelem, 6 vereség, a legszebb álmékat is felül a harmadik helyen a tabellán, a Budafok és a Hepkupa 4-es döntőjében. Mégis azzal kezdeném, hiányzott Lados és Mészáros, velük mi a helyzet? Szerencsére nem súlyos a sérülésük, úgyhogy valószínűleg a következő mérkőzésen már tudnak játszani. Ez a 12-6, ez meg valami fantasztikus, úgyhogy még mindig nem hiszük el, hogy hol állunk és mi történik velünk. És hát olyan csapatokat, tényleg Veszprém, Maft, a TF nagyon jól játszott most tényleg, tehát le a kalapot előttük is. Én mégis úgy érzem, mentálisan rendkívül együtt van ez a csapat, tényleg mint egy baráti társaság a Grundon, és aki beáll megint a padról, az mindig hozzátesz valamit, ezúttal is így van. Így van, egy újabb olyan mérkőzést nyertünk meg, ahol nagy hátrányból tudtunk visszajönni, ez a csapat erejét mutatja, a kémiáját mutatja, azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és egymásért küzdenek a srácok minden mérkőzésen. Gratulálok Kismely Barnának, fantasztikus meccset játszott a Budafok, 10 ponttal a negyedbe, és 11-el is vezetett a TF, akik felszívták magukat. Amikor te is beálltál, bárki beállt a padról, mindenki hozzátett a játékhoz, fantasztikusan sültek a triplák, és megint látszott, hogy mentálisan mennyi erős a csapat. Te hogy láttad belülről? Igen, nagyon nagyot küzdöttünk megint. Extra teljesítmények jöttek Siklós Olivértől is a padról. Ez a zóna megfogta őket, és megint védekezésre tudtunk meccset nyerni itt a 34. negyedben. Szerintem nagyon nagyot mentünk, és próbálunk tovább menetelni az bajnokságban. Szerinted mi lehet ez a játék elég? Mert most már mindenki, akárhova megyünk, a Budafokot a legerősebb csapatok között emlegetik, nyugodtan mondhatjuk. Te ezt hogy látod belül? Hát igyekszünk teljesíteni az elvárásainkat, ami ugye az első négybe kerülés az alapszakaszban. Ez egyelőre nagyon jól is haladunk vele. Emellett most így a Hepkupa döntőbe kerültünk, ugye a 4-es döntőbe. Ez is egy nagy eredmény nekünk, és mivel esélyesként tekintünk rá, azért ez is egy nagy elvárás, meg nagy lehetőség nekünk. Szóval remélem minden teljesülni fog, amit szeretnénk ebben az alapszakaszban, a Hepkupában, és menetelünk tovább.